ahogy szokták mondani, ízlésről vitát nyitni felesleges és értelmetlen. Be kell vallanunk, senki nem tudja meghatározni, mitől lesz valami jó vagy rossz mű, jó vagy rossz alkotás. Hiába akarják megmondani tetszőleges, politikai, vallási, gazdasági vagy egyéb körök, mi az értékes vagy az értéktelen. Egy mű valódi értékét egyedül az idő ítéli meg. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően készültök az idei évadra, ami gondolom hétpecsétes titok, mint ahogy szokott volt lenni, de azért néhány dolgot áldél nekünk itt most a kultúra napján. Hogyan készültök, mivel készül majd? Feltöröm ezt a pecsétet, és tényleg úgy mondanám el, hogy ez még nem teljesen 100%-os program, amit tervezünk, de most már azért kialakult a váza. Három bemutatóval készülünk az idén. Az első bemutató egy dráma pályázatnak a díjnyertes pályaműve lesz. Három drámaírót kértünk fel, Gyula város önkormányzata és a Gyulai Várszínház közösen kiírta ezt a dráma pályázatot, és hárman adták be. Nagy András, a nemesúri Vodjánel Zoltán. A téma Gyula 1566-os eleste. Zalán Tibor a harmadik drámaíró, mert őt nem mondtam még. Tehát Gyula 1566-os eleste is, de legfőképpen várvédelme. Lesz egy másik bemutatónk, ez pedig az ünnepi évadra, az 50. évad tiszteletére. Én a nemzeti drámákat és a legnagyobb világirodalmi műveket szeretném színpadra állítani, vagy vendégjátékra meghívni. Shakespeare-nek a Hamletje lesz az egyik legjobb rendező, magyar rendező, a Sepsiszentgyörgyi Bocsáti László rendezésében, és a Sepsiszentgyörgyi Színházban lesz ez közösen. És hogy a gyulai művészek is szerepeljenek, Krasznahorkai Lászlót kértem meg arra, hogy felolvashatunk-e az ő műveiből, aki nagyon szívesen vállalta ezt, és a Ladics házban lesz egy felolvasó színházi bemutatónk. Krasznahorkai Lászlónak a Gyulára vonatkozó írásaiból állítunk össze majd egy estét. Tehát Pernak Jantila 10 éve vette át a kórus vezetését. Mikortól számítjuk egyáltalán a kórus indulását? Igen, most a meghívóban mindenki azt olvashat, hogy 30 éves a vegyeskar, de azt kell mondjam, hogy ettől sokkal régebben alakult már Gyulán is kórus. Az 1800-as évek második felében országszerte alakultak dalárda egyletek, így Gyulán is, és ennek az országos dalárda mozgalomnak városunk híres szülött Erkel Ferenc állt az élére, és mintegy 15 éven keresztül ő látta el. Azért nagyon fontos megemlíteni a gyulai dalárda egyletet is, ők magukat, ha jól emlékszem, magándalkörnek hívták, és Erkelnek a fia Erkel László vezette először őket, és innen számoljuk, hogy gyakorlatilag napjainkig, vagyis a 76-os megalakulásáig a kórusnak folyamatosan nyomon lehet követni, hogy volt kórus különböző néven a városban. A kórus, amikor újraindult, egy nagyon jó közösség formálódott az évek során, barátságok szövődtek, természetesen ez nem azt jelenti, hogy oda sem földre szállt angyalok járnak, és néha egy hát igen, az összeszörülés megtörténik, de alapjában véve egy kiváló közösség, amit például még olyan jeles muzsikusok is észrevettek és megjegyeztek, mint a muzsikás együttes vezetője, illetve tagjai. A legendákról annyit, hogy hát az most már tényleg történelmi táblatot jelent, hogy Svájcba járunk ki bizonyos időközönként, már 4 alkalommal volt svájci útunk, ott is kiváló baráti kapcsolatok épültek ki. Az idén tervezünk, hogy a 10 éves jubileumra meghívjuk a svájci vendéglátóinkat, hogy most mi viszonyozhassuk meg. 1963-ban Szerdahelyi Kista bácsi és Szegény Mira bácsi vezetésével az Erkel Ferenc Gimnázium tanárai voltak. Ők azok, akik az első edző megálmodói és megszervezői voltak, és innentől kezdve igazából azt hiszem töretlenül szervezünk ezeket a rendezvényeket. Én 1969-ben kapcsolódtam be, akkor
volt az első edzőm, és 71-ben a második. Az első edzőm amelyikmest lettem túl a Vári Színház történetének megírásával. A másodikon pedig én folytattam. És olyan neveket, akik az edzőm öltek fel, és aztán azóta is hallunk róluk. Tehát akik az edzőmnek köszönhetik azt, hogy valamit tettek. Hát igazából azt hiszem nagyon-nagyon sok nevet meg lehet említeni. Szabó Eszter, akkor meg kell említeni Karavissát, ugye, aki most nagyon népszerű, és aztán ugye visszatere megyünk Vesztercei Attila, és akkor mehetünk visszatere a népsőbe, Halmos Béla, aki szintén itt volt az első egyikén. Itt szerepelt legelőször Hegyőn Sebestyén Márta. Nagyon-nagyon sok olyan művész van a későbbiek során, aki azért az edű kezdte el bontogatni a szárnyait, és akkor később aztán fellépett azokon a színpadokon. Szórakozást tekintve szeretnénk a régi hagyományokat megtartani, például a fákjás felvonás, ami évek óta nagy látványosság a városoknak megtartani, vagy például a záró gálát, amin a legjobb előadásokat láthatjuk, az énekkarokat láthatjuk, ott az irodalmi darabokat. Emellett szeretnénk új szabadidős programokat kitalálni nekik. Az egyik nagy ötletünk volt például a Várdiszkó, ami egy elég nehéz ötletünk, de ha megvalósulhat, akkor egy igen különleges szórakozási lehetőség készül el majd városunkban, de ezek majd hosszú távú termékezi tartozik. Ugyanúgy szabadidős koncertekkel szeretnénk szorogoztatni a fiatalokkal, és illetve egy variáns játékokkal, illetve egy plusz szorogozási lehetőségekkel szeretnénk nekik kedveskedni. Testvérvárosokat említetted, hogy nagy számban jönnek, lehet-e tudni valamit még a más jelentkezőkről? Más jelentkezőkről? Eddig úgy volt az elkezdődik ünnepek nagyjából, hogy Dunán inneni jelentkezők voltak. Már most számos jelentkezés futott be hozzánk, illetve rengeteg jelentkezett, vagy keresett meg minket északról, délről. De ami újdonság volt, hogy ma például egy zalaszentdóti iskola jelentkezett, ami eléggé messze van Gyulához képest, nem az egyik legmesszebb város szerintem Gyulához. Úgyhogy mondhatni, hogy most már teljesen mértékben országos lesz a rendezvény, illetve egyik célunk az, hogy a Tesóvároson kívül környező külföldi magyar lakta településekhez is szeretném meghívni a rendezvényre a diákokat, mert ahogy eddig látjuk, arra is lehetőség van és igény van erre. Én azt gondolom, hogy amikor önök beléptek ebbe a terembe és látták ezt a két fehér ruhás, fehér sapkás úriembert, akkor gondolták, hogy vajon miért vannak ők itt a kultúra napján. Hát igen, mint a Gyurika mondta, nincs kultúra, azt gondolom, gazdag kultúra nélkül is, akármilyen nagyon szép és nyilvás rendezvények vannak Gyulán, amit ugye számosak, azért a gazdag kultúra is mindig mellette van, mert minden egyes fesztivál azért mellett ott a gazdag kultúra, és mindig szeretünk utána jókat enni, inni. Tudjuk, hogy ezek mindig így szoktak befejeződni. Valójában a gazdag kultúrának is nagy hagyománya van, és ezt talán ez a csapat tudta elvinni a világban, és megmutatni, hogy igenis Magyarországnak van hagyományai, és megvannak azok az új és régi ételek, amit el kell mutassunk. Természetesen minden világversenyen arra törekszünk, hogy elvigyük hazánk ízvilágait, hazánk alapanyagait, és az elmúlt olimpián a nemzeti válogatott, amit készített ételt, ennek a 90%-a magyar volt. Azt gondolom, hogy kevés nemzet tudja ezt megtenni, hogy a saját alapanyagait tudja ilyen szinten elvinni. Erről majd egy pár szóban később beszélünk, ezek az alapanyagok mik is voltak. Nagy szeretettel tettünk elejét ennek a meghívásnak, hogy valójában a kultúrához mi is hozzátartozunk és tudunk valamit hozzátenni. Ez 2005-ben indult el ebben a kis térségben, amikor 10, talán úgy szoktam fogalmazni, őrült ember úgy döntött, hogy valamit szeretne többet tenni a gazdag kultúrája és magáért, azért a ismeretanyagért, aminek birtokában van. Egy mesterkurzuson vesz részt, ahol a 12 emberből 10 sikeres szakásmestervizsgát tettünk. Szeretünk volna kilépni a napi megszokott ízvilágból egy kicsit a prémium vendéglátás felé és a prémium nyersanyagok felé. Ezt nagy mestereink megmutatták nekünk, és 2005-ben sikeresen 10 mestervizsgát tettünk. Erre felhozdulva 2007-ben újabb csapat állt össze, ahol szintén 12 fővel és 5 cukrásszal szintén nagyon sikeres kurzuson vettek részt. És 2008-ban úgy döntöttünk, hogy ha már mertünk egy merészet gondolni, akkor menjünk el a nagyvilágba és mutassuk meg, hogy mit tud a magyar szakács és mit tud a vidék. Nagyon fontos. Mert eddig akárhányszor nagy versenyek voltak, akkor mindig a nagyváros
a főváros séfei voltak, és mindig ehhez kapcsolták, és amikor ebből a kisvárosból, ahol elég nagy hagyományom van, hogy a gasztrokultúrának elmentünk, akkor mindig azt kérdezték, amikor nagyon szép eredményeket értünk el, hogy önök biztos Budapestről érkeztek. Hát nem Budapestről, van Budapesten kívül más olyan kiváló város és olyan kiváló szakember, akik ezt el tudják készíteni. Hazaköltöztünk Gyulára, akkor itt hirtelen felindulásból megkerestem azokat, akikhez csatlakozhatom, és alakítottunk egy boltot, ami barátság jószóról szól, a jó dolog tiszteletéről, élvezetéről és a hozzám kapcsolódó gasztronómiáról. Végül is nem ketten maradtunk, hanem 12-en, és 12 ember, 12 hónap, rendszeresen összeértünk havonta egy alkalommal. Két évre előre tematikában megvannak azok a témák, amiben a borokat gyűjtjük és együtt kóstoljuk. Ezeket mindig vakon tesszük, pontozunk a borokat, és jól megbüntetjük a vesztest. Mindig 10 000 forintjába kerül, hogyha valaki a sorban a legrosszabb bort hozza. Ezt a 12 alkalommal összegyűjtjük, és évvégén ezt a 120 000 forintot elhiszem.